Itt vagyunk a Kincsen Parkban, a múzeumban, ahol a magyar öttus a legnagyobb sikereit állították ki képekben, szövegben, egyéni olimpiai bajnokok névsora is, ahol a te neved is szerepel. Hogy emlékszel erre az olimpiára, 88 Szöul? Hát az mindig jó emlék, ha visszaemlékezni Szöulra, hiszen az első olimpiám, ráadásul rögtön egy sikerrel jöttem haza. Én azt gondolom, hogy ez felejthetetlen és örökre beégett az emlékeimbe. Ráadásul két aranyérem, hiszen a csapattal is nyertetek. Melyik volt a szebben csillag, vagy mind a kettő ugyanolyan szép? Én azt gondolom, hogy az olimpia előtt volt egy világbajnokság, ami teljesítménye szintén nagyon nagy, és azt gondolom, hogy az jobban csillog, az az aranyérem, hiszen utolsókból lettünk elsők, és ez azt gondolom kötelezett minket arra, hogy Szöulban meg kell védeni ezt a címet, hiszen akkor 600 pontot vertünk a mezőnyre, tehát úgy utaztunk ki, hogy van egy biztos csapat aranyérmünk, ha nem rontjuk el a lovaglást, és hogy mellé bejött egy egyéni arany is. Azt gondolom, ez a kettő, ez nagyon, nagyon fényes és nagyon szép emlék ez a... Sőt, ezt követően volt egy budapesti világbajnokság 89-ben, 3 évig verhetetlenek voltunk csapatban, és ez egy összességében azt gondolom egy felejthetetlen öröm, és az plusz, hogy itthon hazai környezetben átélhettünk egy öttusa világbajnokságot, amit most újra megrendezhettünk, én azt gondolom, hogy ez rendkívül, hogy úgy mondjam, felemelő. Ugrunk egy kicsit az időben, Atlanta 96, ott pedig egy bronzérem lett a jó versenyzés egy utalma. Igen, az kérdezték, hogy látták, hogy más egy kicsit a mosolyom a dobogón, tehát jobban örültem a bronznak, mint az aranynak, mondtam, hogy egy kicsit másképp, ugyanis 88-ban, 4 év kemény munka után úgy álltam fel a dobogón, na, ez is megvan, örültem, de igazából azt nagyon-nagyon munkának éreztem, és ráadásul még nagyon fiatal is voltam hozzá, tehát nehezebben fogta fel az ember. Mi 96-ban, 8 évvel később rettentő rutinos versenyzőként már majdnem kiszálló, hogy úgy mondjam, voltam a többiek közül. Öreg rutinróka megmutattam világnak még egyszer, és azt mondtam, hogy Nesztek itt van, és akkor még egy győztes belső öröm szakadt fel, amit észrevettek rajtam. Nem hiszem, hogy hiányérzeted lehet, de van Barcelona miatt, hogy oda nem tudtál egy betegség miatt kimenni? Van egy kicsi, kíváncsi lettem volna, hogy ott mit teljesítek. Nézegettük itt a kiállított tárgyakat, és hát mindenki megdöbbent, hogy van itt egy cipő, amire az van írva, hogy Martinek János ezt viselte a atlantai olimpián, ha jól látom innen a szöveget, illetve Simoka be, amikor egyéni világbajnok lett, ugyanezt a cipőt viselte, és itt senki nem hiszi, hogy ez hogy lehetett. Sőt, nem is csak mi ketten használtuk, hiszen volt egy olyan világbajnokság 95-ben Vázával, a Kulcsár Ágnes is futott ebben a cipőben egy versenyt. Én azt gondolom, hogy az Isten egy kislábbal áldott meg ilyen szempontból, tehát 39 és feles lábam van, és hát a lányoknak pedig körülbelül ugyanekkora volt, tehát ezáltal kölcsön tudtam adni azt a cipőt, amit én használtam, hiszen mindig a legjobb, legmenőbb cipőket kapták a legjobbak, és azt gondolom, hogy így továbbadva, úgyhogy még több sikert is hozott az országnak, ez egy nagyon, hogy úgy mondjam, furcsa, de mégis jó párosítás. Én arra emlékszem, hogy akkor nem volt semmiféle, nem mondhatok ki sportszergyártót, meg mindenféle áruházat, és gyakorlatilag nem volt szögesem. Előtte Szombathelyi Tamásnak az 1980-as olimpián használt szögesébe futottam, és akkor Janitól elkunyikáltam, és nagyon aranyosan odaadta. Ma megkérdeztek, hogy ez tényleg jó volt-e rám. Egyébként a kisebbik gyermekem után nőtt eszemot a lábam, úgyhogy akkor még jó volt, most már nem. De tényleg ebbe futottam, bármilyen hihetetlen, most egész biztosan nem tudnám felvenni. De akkor ez egy ilyen győztes cipőnek mondhatjuk, hiszen itt alatta látunk egy szöveget, ami arra emlékszik, hogy 2002-ben világbajnokságot nyertél, pedig előtte már abba szeretted volna hagyni az öttusát. Hát ez így volt. De aztán szerencsére megszületett a nagyobbik gyermekem, is minden rendbe jött. De egyébként én szerintem egy világkupát, mert ezt nekem oda is adtad akkor használatba tartósan, mert akkor nem is ebben, te akkor már szerintem nem is versenyeztél, pont akkor hagytad abba, és én ebben szerintem világkupát is nyertem egyébként, Varsóban, az biztos. Hát igen, a 97-es évben volt az utolsó, igen. És akkor utána én ott már visszamondtam a válogatottságot, és ott már nekem nem igazán volt szükségem szögesre. Úgyhogy én néhányszor futottam, mert nem mindig volt ilyen sikeres ez a szöges, de azért voltak valóban jó pillanatai. A 2002-es világbajnokság mellett azért nem menjünk el ennyivel, hogy emlékszel arra a sikeres VB-re? Hát az egy nagyon érdekes verseny volt, mert szerintem én voltam a legpihentebb mindenki közül. Nem jöttek meg a csomagjaim több mint egy hétig,
Úgyhogy gyakorlatilag én egy hétig ott nézelődtem San Franciscóba, és hát valami kis kölcsön dologba tudtam talán kocogni, semmi más nem csináltam. Úgyhogy lehet, hogy azóta sikertitkat kipihentem magam, de hát nyilván nagyon jó emlékekkel gondolok vissza rá, és nagyon-nagyon örültem, hogy ezt megélhettem.